Ha azon gondolkodsz, merre menj, nézd meg ezt a filmet, amely a nagykőrösi Toldi iskoláról szól. Megmutatjuk, milyen sokféle képzés folyik itt, és milyen izgalmas és érdekes a diák élet. Most a sütőtanműhelyt látjuk, aki a 3 éves PÉK képzést választja, vagy az 5 éves sütő- és cukrászipari technikus képzést választja, az sűrűn megfordul majd itt. A PÉK hiány szakma. Komoly ösztöndíjban részesülnek a PÉK tanulók, és a technikumban tanulók is részesülhetnek az idei évtől ösztöndíjban. A tanműhelyben a diákok megtanulják a tésztakészítés alapjait, és rengetegféle terméket fognak itt készíteni. Most nézzük a cukrásztanműhelyt. A 3 éves cukrászszakképzésre és a már említett sütő- és cukrászipari technikus képzésre jelentkező tanulók elsajátítják azt, hogy hogyan lehet csodálatosan szép és ízletes süteményeket készíteni. Nagyon népszerű ez a szak, mert a munkaerőpiacon könnyen el lehet vele helyezkedni. Iskola laboratóriumában szinte minden diák megfordul, de a legtöbbet az élelmiszer ellenőrzési technikus szakos tanulók járnak ide. A diákok itt megtanulják a különböző élelmiszerek vizsgálatát, végeznek többek között térfogatmérést, szárazanyagtartalom, cukor- és alkoholtartalom méréseket, tömeg- és érzékszervi vizsgálatokat is. Az élelmiszeripar minden ágazatában szükség van az élelmiszer ellenőrzési technikusok munkájára. Ők is kapnak ösztöndíjat. Ez a géptanműhely. Itt folyik az 5 éves élelmiszeripari, gépésztechnikusi és a 3 éves élelmiszeripari gépkezelő gyakorlati képzés. A diákok megtanulhatnak hegeszteni, köszörülni, forgácsolni és a 21. század legmodernebb eszközeivel dolgozni. Foglalkoznak alkatrészek tervezésével,
háromdimenziós rajzkészítéssel, valamint pneumatikával, vagyis a különböző elemek sűrített levegővel való működtetésével. Alapszinten ipari robotokat is programoznak. Ezzel a végzettséggel diákjaink nem csak az élelmiszeripar, hanem a gépipar minden területén el tudnak helyezkedni. Az iskola üvegházában töltik gyakorlatukat a kertésztanulók. Az apró magokból gyönyörű növényeket tudnak nevelni. Sokszor dolgoznak a szabadban is. Nagyon változatosak a feladataik, mert sokféle gyümölcsöt és zöldséget termesztenek. Megtanulnak gazdálkodni, amit életpályájuk során jól tudnak hasznosítani, tehát érdemes ezt a szakot választani. A kollégium otthon nyújt minden jelentkező toldis diák számára. A legfőbb cél az, hogy mindenki hasznosan és kellemesen töltse itt az idejét. Mindenki segítséget kap az iskolai felkészüléshez a szilenciumokon, és rengeteg érdekes, szabadidős elfoglaltság közül választhat. A diákok jó közérzetét biztosítja saját büfénk, a helyben található fodrász, szolárium és az automaták. A kollégisták tanulmányi átlaga jobb az iskolai tanulmányi átlagnál. Befejezésül nézzétek meg néhány diákprogramunkat. Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all. Szeretettel várunk a Toldiba!